A róka és a gólyarak homálya, magyar népmese. Találkozik a róka a gólyával, s kérdi, hol jártál, gólyakoma? A tónál voltam, hogy haraszt fogjak magamnak. Hát te rókakoma, merre jártál? Én a faluban voltam vadászni. Szép tyúkot fogtam magamnak. Tudod, hogy mi jutott eszembe az ennivalókról? Rendezzünk egy jó kis lakomát. Jól van, rókakoma, örvendezett a gólya. De kinél rendezzük meg a lakomát? Előbb nálam, aztán nálad. Holnap délben gyere el hozzám ebédre, ott leszek, kiáltotta a gólya. Csak arra vigyázz, hogy nekem hosszú nyakú edénybe add az ételt, mert én nem tudok a csőrömmel tányérból enni. De bizony hiába mondta a gólya a rókának, hogy ő tányérból nem tud enni. A róka tányérból kínálta a gólyának a legjobb falatokat. Így aztán a gólya éhesen és mérgesen ment haza. Másnap a róka ment a gólyához vendégségbe. A gólya jó hosszú nyakú edénybe rakta a legjobb falatokat. Így aztán a róka egyetlen falatot sem tudott kihalászni az edényből, ezt mondta a gólyának. Na hát, milyen rossz házigazda vagy te? Te finom falatokat eszel, nekem meg nem jut semmi. A gólya nevetve válaszolt. Ugyan édes róka koma, én csak azt teszem veled, amit te tettél velem, kölcsön kenyér visszajel.